Nem Nagy Miklós vagyok, az Európa Könyvkiadó szerkesztője, és hát újból itt van a könyvhét, ami ugye elsősorban a magyar könyv ünnepe. Erre szoktuk időzíteni a magyar szerzőinket, és egy olyan szerzővel kezdeném ezt a bemutatót, ami aki visszatérő vendégünk volt eddig mindig a könyvhéten. Sajnos most ő személyesen nem tud itt lenni jelen, de a hagyományos híven ezúttal is kiadtuk a könyvhétre a legújabb könyvét. Ez egy eszét, John Lukácsról van szó, aki nekünk ugye Lukács János, magyar származású történész, John Lukácsnak hívják őt egyébként a világban, és a legújabb könyve a történetírás jövője, nagyon izgalmas címet viseli. Hát ez a könyv egy hosszú történészi pályának, mint egy nagyon sűrített összefoglalása. A címben az van, hogy a történetírás jövője, hát John Lukács mindig hangsúlyozza, hogy ő nem proféta, és nem látja előre a jövőt, úgyhogy elsősorban inkább a történetírás történetéről szól ez a könyv, mert hogy mindennek van története, így a történetírásnak is, és szól arról, amiről John Lukács már sok könyvében írt, ez korunk civilizációjának, kultúrájának a válsága, és ezen belül a történetírásnak is a válsága. Felteszik természetesen azt a kérdést, tulajdonképpen ennek a könyvnek a fő kérdése az, hogy abban az új korban, ami szép lassan beköszönt, a történetírásnak lesz-e még szerepe, olvassák-e még egyáltalán az emberek majd a történelemről szóló könyveket. Azt is megszokhattuk már, hogy sok tekintetben pessimista John Lukács. Erre azért nagyon pozitív választ ad, és elsősorban azért ad pozitív választ, mert John Lukács szerint a történetírás most már beszüremkedett az életünkbe, óriási történelem iránti éhséget lát az emberekben, és a szép irodalomban is az egyik fejezet arról szól, hogy a mai szép irodalomban mennyire fontos tényező a történelem feldolgozása.